Gyönk, művelődési ház, április vége. Emlékeznek még? Idén is nem csupán remek hangulatban telt az értékvetélkedő, de a diákok munkája révén újabb értékekkel bővült a megyei lista. A Garai János Gimnázium 10B tanulói Magisztra nevű csapata Garai János írói munkásságát terjesztette fel a megyei értéktárba, amit a bizottság tagjai azóta be is emeltek oda. Itt a Garai Gimnáziumban több mint 10 éve működik honismereti szakkör, olyan 30-35-en vannak a gyerekek, és én nagy örömmel láttam ezt a vetélkedőt, hiszen nagyon kevés olyan vetélkedő van, ami a helytörténethez, a honismerethez kapcsolódik, úgyhogy mindjárt be is kapcsolódtunk, és 3 csapatom indult ezen a vetélkedőn. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól mér ez a verseny, sok-sok mindent, tehát nem olyan, mint a hagyományos vetélkedők, akik elindultak 2 humán osztályból 3 csapat, 2 tizedikes és 1 tizenkettedikes csapat, ők más vetélkedőkön is szerepelnek, az OKTV-től a Szavária versenyig nagy-nagy eredményekkel rendelkeznek, de szerették ezt a vetélkedőt, én úgy gondolom, mert képességeket is mért, játékos volt, egy külön értékhangoló programra hívták meg őket, Külesden töltöttünk egy napot, én is el tudtam őket kísérni, érdekesek a feladatok, és van benne labdadobástól kezdve, tehát nem csak feltétlenül ezek a szigorú versenyfeladatok, hanem azt gondolom, hogy érdekes volt az egész verseny. Most a diákokkal beszélgetünk Garai János írói munkásságának a megyei értéktárba kerülése és az értékvetélkedő kapcsán. Gesztesi tanárnő hirdette az egyik történelemórán, mert ugye humán faktosok vagyunk, és egy történelemfakton hirdette nekünk, és neki szívügye a honismeret, és mi is szeretjük a történelemnek ezt a részét, mert nem csak a világ történelmét szeretnénk megismerni, hanem szűkebb hazánknak, például Tolna megyének, és azon belül is Szekszárdnak a történelmét is. És ezért, mivel ez mind a négyünkre igaz, ezért a csapatunk nagyon hamar összeállt, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Az iskolában néha tartottam kis előadást, de annyira nem szeretek szerepelni. Garai János választottuk témának, mivel ő Tolna megyei költő volt, viszont sajnos kevesen ismerik, de a mi gimnáziumunk, ahol járunk, az is róla van elnevezve. Szerettük volna, hogy bekerüljön a megyei értéktárba, mert úgy gondoltuk, hogy jogosan sorolhatjuk a megyei értékek közé. Garai művei a nemzeti öntudat ébresztését, a nemesi hazaszeretet erősítését szolgálták a reformkori nemesség politikai küzdelmei idején. Alkotásai témái általában a nemzet szabad, harcos múltja, mondabeli régmúltja volt, amellyel szembeállította tehetetlen kort. A nemesi szellemben született művek mellett Garai költészetében is jelentkezett a népies érdeklődés és népies realizmus törekvése. A felkészülés nagyon nehéz volt, sajnos sok szabad időnket elvette, de tanárnő sokat segített nekünk, és mindenképp megérte, mert megismertük ezeket az értékeket, amiről nem nagyon sok mindent tudtunk, és jó volt elindulni a tanulásra. Nekem is elvett elég sok szabad időt, viszont nekem is segített tanárnő is, és a 3 csapattársam benne, és az én munkám is benne van az egészben. Élveztük ezt az egész felkészülést, mert összehozott minket, négyünket igazából, és hát igen, igaz, hogy nehéz volt, de megérte. Sokoknak csak úgy ott van egy épület, jaj de szép, meg a szőlőtőkék is, hogy jaj, most Szekszárd egy szőlészváros, viszont így már látjuk, hogy foglalkozunk a honismerettel, hogy az épületnek mi a története, miért épült, miért odaépült, meg hogy a szőlőtermesztés Szekszárdon évszázados hagyomány, és hogy ez a húzó ágazat a Szekszárdnak. A gyerekek Garai János köré építették a beadandó munkájukat, ami végül is az értéktárba bekerült. Garai János életét dolgozták fel, munkásságát, valamint a festőművész, 19. századi festőművész Garai János unokaöcsének a pályáját, Garai Ákost dolgozták fel, és egy csapat pedig a Szekszárdi Garai János Gimnázium történetével és egyáltalán az épületével foglalkozott. 2 választottak ki végül is, amelyek bekerülhetnek az értékbe,
megyei értéktárba Garai Jánost és Garai Ákost. Én azt gondolom, hogy nekik ez nagyon hasznos volt. Egyáltalán megismerték az iskola történetet, az épületet, a Garai Jánosnak a költészetét, nyilván foglalkoznak ezzel. Irodalomórán foglalkozunk vele a honismereti szakkörön, de más, amikor ők egy ilyen programot összeállítanak. Megtanulták azt is, hogy kell beadni egy ilyen dolgozatot. Nagyon jól összeforgácsolódtunk, összehangolódtunk a verseny során. Mi Domcsival leginkább Garai János életéről kutattunk, mert mi szeretünk kutatni, és mi leginkább ott hasznosítottuk magunkat, hogy az ő életéről kutattunk a könyvtárban, meg az interneten, meg korabeli újságokat kerestünk. A Kinga nagyon szereti a történelmet, ezért alapból a megyei értékekkel képben van, és ő is nagyon sokat segített a versenyben. Tervezünk mi a Gabival, egy másik két lányjal indulunk ugyanezen a versenyen, de még másik versenyekre is ugyanúgy készülünk. Én is tervezek versenyen részt venni, ugyanis töris osztályok vagyunk, és szeretjük a törítés, hogy akkor azzal többet is tanulunk, hogy megyünk versenyre, mert nem csak az anyagot, hanem még dolgokat. Garai János életműve egybefort a reformkor küzdelmével, és értékét az biztosítja, hogy művei hasznos, buzdító szerepet játszottak a függetlenségért és haladásért vívott közös harcokban. Sokoldalú művész volt, legendát, elbeszélést, balladát, találós verset, tárcacikket, tudományos értekezést, lírai, leíró és elbeszélő költeményeket is írt. Legnagyobb ihletője a hazaszeretet, szabadságvágy, a demokratikus érzések és a nőtisztelet volt. Szorgalmas művelője volt a költészetnek. Elsősorban a hazaszeretetről szóló műveiért tartozik elismeréssel az utókor.